Na, szevasztoskatok! Hát most egy kicsit javítunk az internet sebességen, hogyha gondoljátok, akkor tartsatok velem. Szintén nem lesz hosszú videó, csak egy rövidke kis rész, mert ez nagyon gyorsan sikerülni fog. Jó, itt először is a Windows 10-ed van itt egy kis nagyító, arra rákattintasz, ugye, és akkor itt kiadja azt a kereső fület. Itt beírod azt, hogy GP GP edit pont msc. Oké, itt mindjárt ki is adta ezt a kis fület, amit hogyha rákattintasz, akkor megnyitja ezt az oldalt itt nekünk. Tökéletes, ugye? Itt van ilyen, hogy számítógép konfigurációja, felhasználó konfigurációja. Ebből nekünk a számítógép konfigurációja van szükségünk. Ugye itt a felügyeleti sablonokra van szükségünk. Oké. Hálózat. És a hálózaton belül itt vannak a kis mappák, és itt ez a QoS csomagütemező. Ez kell nekünk. Remek. Na, hogyha eddig eljutottatok ti is, akkor ezt kinagyítom nektek, hogy jobban lássátok. Na, alap esetben itt mindenkinek a foglalható sávszélesség korlátozása nem konfigurált. Van ide is írva, meg az időzítés felbontásának beállítása is nem konfiguráltnak van beállítva. Jó? Tehát itt annyi lenne a lényeg, hogy ezt a kettőt, tehát ezt megnyitjuk, kapsz egy ilyen kis fülecskét, itt nincs konfigurálva, tehát ez van neked kipipálva, vagy besatírozva, vagy mit tudom én, tök mindegy. Tehát itt rá kattintasz arra, hogy engedélyezve, itt nem tudom, hogy a szolgáltatód mennyit engedélyezett neked, azt hiszem, hogy 80% van, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Tehát itt az a lényeg, hogy itt szépen a kis füllel lemész teljesen nullára. Oké? És így ki fogja neked adni azt, hogy engedélyezve. Az időzítést is szintén ugyanígy megcsináljuk. Ugye az is nem konfigurálva van neked is ezzel ugyanaz a teendőnk, az engedélyezést. Bocsi, de meg vagyok fázva. Az engedélyezést rákattintasz, ezt is nullára rakod, és engedélyezted. Oké, így engedélyezve van. Itt utána semmi más dolgod nincsen, újraindítod a gépet, és ha minden igaz, akkor 10-20 vagy esetleg még akár 30%-kal is több lehet az, vagy gyorsabb lehet az interneted. Oké, és akkor ezt itt, mit tudom én, beírod a keresőbe, hogy speed test, és itt bármelyik, mit tudom én, mondjuk én itt az Egyesült Királyságot fogom megnézni, de te nyilván valami más fogsz megnézni, teljesen mindegy, elindítod a keresőt. Ezt érdemes előtte is megcsinálnod, hogy mennyivel gyorsult. Hát nekem a 25 környékén volt a letöltési sebességem, ugye elég kicsi a net. Ez most azért fölment már 35-re, úgyhogy nekem azért egész jó sikerült. Eddig a 5 alatt volt bőven a feltöltési sebességem is, úgyhogy nekem azért egész jól sikerült. Jó, most már 5 fölött van, tehát most már biztos, néhányan, akik látjátok a lábjaimat, ugye sokszor sárgával indulok.
Tehát így azért így egész jó. Jó. Na, hát szerintem ennyi volt. Nézzétek meg, ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és aki még nem tette meg, akkor iratkozzon fel. Na, köszi, szevasztok!